A Radnóti emléknap első helyszíne a 60-i Bajza József gimnáziumban volt. Az oktatási intézmény diákjain kívül 65 általános iskolájából is érkeztek tanulók az eseményre. Először a gimnázium igazgatója köszöntötte a résztvevőket. Deák Andrea köszönetet mondott Veresné Kalcsó Kristina igazgató helyettesnek. A pedagógus áldozatos munkájának eredményeként jöhetett létre az emléknap eseménye. Mindezek után Szabó Éva, Szegedi tanárnő arról beszélt, miért fontos megismerni Radnóti Miklós munkásságát. Nagyon fontos úgy hozzánk a szívünkhöz engedni az ő költészetét, hogy mi az, amit tovább tudunk belőle adni, és mi az, ami abból a történelmi korból egyáltalán nem követendő, és nem szeretnénk még egyszer megélni. A folytatásban Tóth Péter Lórend tanár, prokultúra hungarika díjas versvándor előadásában radnóti verseket hallhattak a diákok, valamint a második világháború alatt elhurcolt költő utolsó hat hónapjának történetét is megismerhették. Az előadást követően a bajza elől elindult a Radnóti emlékséta, amely szimbolizálta azt a 820 kilométeres távolságot, amelyet a költőnek gyalog kellett megtennie. A diákokkal együtt vonult Lestján Balázs alpolgármester, valamint Tarsoly Imre és Mitnévereb Julianna önkormányzati képviselő is. Az útvonal célja a 60 cukorgyár emlékháza előtti tér volt. Itt található Radnóti Miklós emléktáblája, amely előtt kovácsnék Kis Éva, a 60-i Bajza Gimnázium történelem munkaközösségének vezetője arról beszélt, hogyan került Radnóti Miklós a II. világháború idején munkaszolgálatosként 60-ba. 1942. október 14-én este elkeseredve, éhesen, fáradtan, piszkosan érkezett meg a költő társaival együtt 60-ba. Másnap megtudták, hogy a cukorgyárban fognak dolgozni, szállásuk pedig négy kilométerre lesz a munkahelytől, a város szélén, nagy telek Majorban. Kovácsné kis Éva azokról a borzalmas körülményekről is beszélt, amelyek között a költőnek a munkáját kellett végeznie. Radnóti Miklóst később 60-ból hurcolták el a koncentrációs táborba. Mindezek után Tót Péter Lóránt gondolatait hallhatták a résztvevők. A versvándor arról is beszélt, miért fontos emlékeznünk arra a történelmi korra, amely többet nem ismétlődhet meg a világon. Az egész világ a mesterséges intelligenciáról szól, és arról van oda és vissza, és az ember megint elfelejti ebben a nagy rohanásban, Hogyha az érzelmi intelligenciával nem kezd valamit, és azt nem fejleszti, akkor a mesterségesen megint úgy járunk, mint az atombombával. És azt hiszem, hogy ezek az előadások, és ezek a történetek, mint ez a Radnóti Emléknap is ma, ez, ez nagyon fontos, és nagyon komoly segítség lehet abban, hogy a mai diákoknak, felnőtteknek a figyelmét fölhívjuk ezeknek a fontosságára. Az Emléknap folytatásában Lestján Balázs alpolgármester ünnepi beszédében köszöntötte a jelenlévőket. Ahogy mondta, mi hatvaniak még a gyorsan változó világban is megőrizzük az értékeinket, és a Radnóti verseiben megénekelt szeretetet és melegséget, ha városunkra gondolunk. Talán mi nem tudjuk olyan pontosan megfogalmazni kapcsolatunkat a várossal és a benne lévő emberekkel, de hálával gondolunk a költőre, amiért szavai oly híven tükrözik azt, ami szívünkben rejlik. Az esemény Radnóti Miklós Nem Tudhatom című versével folytatódott, amit diákok adtak elő több generációt képviselve. Nem tudhatom, hogy másnak a -e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a Lángot a lett kis ország, messze gyerekkorom világa. A megemlékezés zárásaként Lestján Balázs alpolgármester és Tóth Péter Lórend versvándor megkoszorúzta a 60 cukorgyár emlékháza falán elhelyezett emléktáblát. A program délután 5 órakor folytatódott, amikor a Radnóti nyomában című filmet tekinthették meg az érdeklődők az Adi Endre könyvtárban.